Az esküvőnk gyorsan közeled. Négy boldog nap, és itt az új hold. Jaj, de csigalassan fogy el a régi. Tézeusz, Athén uralkodója éppen az amazon királynővel tervezgeti esküvőjét, amikor halaszthatatlan családi üggyel áll elébe egy polgár. Innen kezdődik a bonyodalmak, szökés, bosszú, szerelem, féltékenység sorozata varázslatos módon. A Kőszegi Várszínház a jubileumra egy klasszikus darabot szeretett volna színpadra állítani. Mindennyian nagyon szeretjük Shakespeare művét, a Szent Iván éjjel álmot, és miről is szólhatna egy szép nyár este, mint a szerelemről, arról, hogy megtalálják egymást a párok, és hát arról, hogy sok szereplő, jó színészek, megfelelő hangulat, ezt mind varázsoljuk ide, ahogy a Szent Iván éjjel álomban is a kedves nézők elé. Most azonnal megvalljam! Őszintét, az okosság és a szerelem ritkán járnak együtt manapság. Te milyen szép vagy, olyan okos is! Shakespeare Szent Iván éjjel álom című darabját eredetileg Dicső Dániel rendezte volna, de betegség miatt ezt a feladatot Hegedűs D. Géza vette át, aki maga is szerepel az előadásban. Vannak visszatérők is, és vannak újak is, többek között a már emlegetett Demetrius szerepére előrelépő Major Erik, aki a Szombathelyi Vörös Sándor Színházból jött. Itt van Epres Attila, aki évek óta visszatérő játszótársunk, ha szabad ezt mondani, de nagyon sokan vannak a stábból, a háttérmunkások közül, akik visszatérő vendégek, alapvetően az Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházból vannak. Egyébként a többi szerepben alapvetően olyanok vannak, akik nem vagy alig szerepeltek Kőszegen, mondjuk Takács Kati már szerepelt Kőszegen, nagy kedvencünk. Puk, Oberon szánt segédje, egy varázs erejű virág segítségével ízetlen tréfát űz, tévedésből vagy kész akarva kontroll nélkül locsolja mindenkire a varázsnedvet, s lesz a viszonzott szerelem viszonzatlan, az emberi ábrázat pedig szamárfej. A Szent Iván éjjeli kavarodás végül pompás hármas esküvőbe csapát. Premier csütörtökön 20 óra 30-kor a nagy színpadon. A Kőszegi Várszínház első előadását, az ígéret ostromát 1982. július 17-én láthatta a közönség. Ennek tiszteletére 40 évvel később, pont ezen a napon a Lovagteremben felolvasó színházi keretek között adják elő azt a darabot. Jurisics Miklós szerepét ő zárójátsza.